Na, sziasztok, szép szertargát mindenkinek. Múltkor megmutattam a metrópótlóhajót, mármint nincs kint a videó, de majd kint lesz. Le lehet jutni mondjuk a Kossuth tér, amire van zárva. Most viszont akkor megmutattam a Deák térről induló M2 pótlóbuszt is a Kossuth térig. Azért érdekes a tavalyi óta, mert most nem a Bajcsin megy meg az Alkotmányon át, hanem itt az alsó utcákon, itt Herceg, vagy más nem tudom milyen utcák vannak itt, de ott megy. Majd mindjárt látjátok. És itt tegnap arra is rájöttem így közben, hogy nem is kell nekem a Kossuth térig elmenni, a Hold utcán leszállva, még közelebb is van. Igen, majd szépen megnézzük, ott is van egyébként. Ne, itt a tippeljünk a Deák téren. Ott, hát igen, fiolvó van most éppen rajta. De majd mindjárt megnézzük. Aha, és ott van egy M2 jelzéssel megy. Na, pont el nem fényes, de nem baj, valamennyire azért látszik. És akkor meg kell valamennyire az utat is felvenni.
akkor közben leszálltam a Hold utcánál. Innen még közelebb is van, mint hogyha elmennék a Kossuth térig. De tegnap nem jöttem rá, meg ja, meg hát akkor mondtam, hogy azt akkor már utazzuk végig az M2-t át, úgyis van idő. Most akkor ez egyszerű megoldás, hogy itt leszállok, és innen akkor sétálok még egy 5-10 percet, aztán nem vagyok munkahelyen. Úgyhogy ez akkor az ennyi lett volna. Majd látjátok a másik a hajóssal együtt, majd fel fogom szerintem ezt még marakni, vagy legkésőbb holnap. Úgyhogy akkor tudjátok a szokásost, like, dislike, komment, amit gondoltok. Úgyhogy, ja, és valaki sörvlogozni akar, akkor szóljon. Az egy ilyen jó bevált dolog volt, de mi oké, sziasztok, köszönöm, hogy nem néztétek.